Hát nagyon örültem neki tegnap, amikor kaptam a hívást, hogy újra bemosakodhatok. Nyilván nem ilyen visszatérést terveztem, örültem volna, hogyha sikerül megszerezni a 3 pontot, de ennek ellenére nagyon örülök, hogy újra ebbe a közegbe lehetek, és igyekszem a legjobbat nyújtani. Yes, I think it was. I think it's pretty obvious, everyone knows it. And also, you know, our penalty kill got to be better. So, yeah, like taking penalties obviously like put us at a disadvantage, but we gotta kill those. Well, we gotta go on the power play. Maybe at the end of the game, we have power play like that. We need to put it in, but you know, I mean, we got a 5-on-3 goal, so that's still good. We got a couple of chances, but I think like the goal they scored is too easy. We should not like it's too easy for them to score. So we gotta be better overall. Igen, legutóbb, amikor náluk játszottunk, akkor nagy figyelmet fordítottunk a védekezésre, és egy picit változtattunk a letámadásunkon, sokkal inkább a centereinket visszahúztuk, a hátvédeinket, tehát majdnem, hogy 3 emberünk csak várta őket a semleges vonatba. Még nem tudom, hogy ezt fogjuk-e alkalmazni ellenük. Akkor sokkal inkább a védekezésre koncentráltunk, és azokból a helyzetekből próbáltunk tényleg gólokat lőni, ami adódott. Más volt a keretünk, voltak hiányzóink és sérültjeink, azóta megint alakult egy kicsit, és most hazai pályán fogunk játszani, úgyhogy azt hiszem, kicsit vissza kell térnünk tényleg a kemény munkához és a fegyelmezett játékhoz, hogy a kiállítások ne bosszulják meg magukat, és tényleg mérkőzésbe tudjunk maradni. A végtelen támadó hoki, amit mennek, és öten tényleg sokszor feladó a védekezést, hátvédeiket aktívan használva mindannyian támadnak, úgyhogy tényleg fegyelmezetten a pálya tengelyét nekünk védeni kell, tartanunk kell, főleg a saját kapunk előtt, és utána, hogyha ők szétnyílnak, akkor remélhetőleg nyílnak majd előttünk olyan lehetőségek, amiből gólokat is fogunk tudni szerezni. They're kind of a run and gun team, and when we were there, it was pretty physical, so I'm guessing it's going to be the same, so we're going to have to be ready for that.